Vörös szín, UFO-k, kolonizálás, új élet. Nagyjából ezek jutnak eszünkbe a Marsról. Ez a vörös bolygó az emberek képzeletében az a planéta, amelyen a legvalószínűbb az élet jelenléte a naprendszerben. A Marsot gyakran emlegetik úgy, mint a Földhöz leginkább hasonlító bolygót. Egyszer Stephen Hawking azt mondta, hogy 100 évünk van új bolygót kolonizálni. Ellenkező esetben megvan a kockázata, hogy az emberiség nem éli túl a Földön a klímaváltozást és annak következményeit. Ez a Mi lenne, ha következő része, és nézzük meg, mi történne, ha terraformálnánk a Marsot. Nézzük meg először, miben hasonlít a Földre. Medencéi, síkságai és kontinenseknek nevezett fennsíkjai vannak, sarkvidékeit hósapka borítja. Felszínén 4 évszak változik, és egy nap nagyjából annyi ideig tart, mint a Földön. 2 holdja van, a Phobos és a Deimos. Ha azonban jól szemügyre veszük a Marsot, kiderül, hogy ezek csak felületes hasonlóságok. A marsi atmoszféra ritka, amelyet 95%-ban széndioxid alig akadályozza, hogy a hő elszökjön az űrből. A hőmérséklet mínusz 125 és plusz 17 Celsius fok között ingadozik, az előbbi a sarki téli időjárásnál, az utóbbi a déli nyárnál fordul elő. A Mars egyes részein olyan hideg van, hogy a széndioxid száraz éggé fagy. A bolygó szabad szemmel is érzékelhető vöröses színét a rozsdavörös kőzetek és por adja. A távcsövön keresztül látható okkersárga felszín sötétebb foltok szakítják meg, amelyek hatalmas medencék és sziklatömbökkel borított lávasíkságok. 4,5 milliárd évvel ezelőtt a Mars egészen másképp festett, mint manapság. Sűrűbb volt az atmoszférája, és az űrszondák felvételein látható patakmedrek, természetes csatornák és kanyonok tanúsága szerint rengeteg víz volt rajta. A szondák vastag, üledékes kőzetrétegeket is kimutattak, amelyek az egykor volt tavak és óceánok fenekén rakódhattak le. Jogosan merül fel bennünk a kérdés, hogy hová tűnt a víz? Valamennyi még ma is van belőle a bolygó atmoszférájában és a sarki hósapkákban. Az is elképzelhető, hogy a felszín alatt 100-400 méter mélységben is előfordul. A Mars felszíne nem csupán sziklatömbökkel tarkított síkságokból és csatornákból áll, van rajta néhány különleges alakzat is. Az egyik legszembetűnőbb formáció az Olympus Mons, amely talán az egész naprendszer legnagyobb vulkánja. A bolygó nyugati féltekéjén lévő tűzhányom mintegy 26 km magas. Ez majdnem 3-szor akkora, mint a Mount Everest. Tőle délkeletre az egykor erőteljes vulkanikus tevékenységet mutató Tarsis hátságon további 3 hatalmas vulkán magasodik. Az egyenlítőtől délre fekvő Mariner völgyrendszer szintén látványos alakzat. 4000 km hosszan húzódik és helyenként 7 km mély. Az átlagos távolság a Föld és a Mars között 225 millió kilométer közé tehető. Viszont 26 havonta mindössze 80 millió kilométernyire megközelíti a Földet. Ez azonban az elliptikus pályák miatt változhat, mégis ilyenkor a legidőszerűbb elindítani a Marsra küldött expedíciókat. Ha űrhajót akarunk küldeni, akkor a legérdemesebb a Hohmann pályán elindítani, mivel ez a legtakarékosabb megoldás üzemanyag szempontjából. Mai rakéta technológiánkkal ez a távolság időben 300 napot ölel fel. Most, hogy picikét jobban megismertük a bolygót, nézzünk egy-két elképzelést a terraformálásra. Az elmúlt évtizedekben számos javaslat született arról, hogyan lehetne megváltoztatni a Marsot. 1964-ben Dendrich Cole kiadta könyvét, amelyben az üvegházhatás kiváltását szorgalmazta a Marson. Ez abból állt, hogy ammóniajeget importáltak a naprendszerből, majd a felszínre vezették azokat. Mivel az ammónia erőteljes üvegházhatású gáz, a marsi légkörbe történő bevezetése a légkör sűrűsödését és a globális hőmérséklet emelkedését eredményezné. Mivel az ammónia nagyobb része nitrogén, a szükséges puffergázt is biztosíthatja, amely oxigéngázzal kombinálva légkört teremtene az emberek számára. Egy másik módszer az albedó redukcióhoz kapcsolódik, ahol a Mars felszínét sötét anyagokkal vonják be annak érdekében, hogy növeljék az elnyelt napfény mennyiségét. Ez bármi lehet. A Phobos és a Deimos porától, amelyek a naprendszer 2 legsötétebb égitestjei, a sötét színű növényekig. Ennek egyik legnagyobb híve a híres szerző és tudós Carl Sagan volt. Sagan 1973-ban cikket tett közzé az Icarus folyóiratban ezzel a címmel, ahol 2 forgatókönyvet javasolt a Mars felszínének elsötétítésére. Ezek közé tartozott az alacsony albedóanyag szállítása, és vagy a sötét növények ültetése a sarkék sapkákra, annak biztosítása érdekében, hogy azok több hőt szívjanak el, így megolvadásra kényszerítve a jeget, és ezen módon a bolygót földszerűbbé változtassuk. Mint láthatjuk, a Mars terraformálásának gondolata már számos kutató és vezető tudós fejében megfogant attól a pillanattól kezdve, hogy embert küldtünk az űrbe és utána a Holdra. Számos tervezet látott napvilágot különböző kutatók munkája alapján, melyet az évek alatt egy több lépcsős folyamattal alakítottak át. Első körben a bolygó hőmérsékletét kellene megnövelni. Mint ahogy hallhattuk, erre számos eljárást gondoltak ki.
Köztük hatalmas tükrök alkalmazását, mely a bolygó körül keringve a napfényt egy adott pontra, vagy akár az egész bolygóra irányítaná, ezzel növelve annak hőjét. A megnövekedett hő hatására a bolygó pólusain elhelyezkedő jégsapkák olvadásnak indulnának, és a bennük lévő víz és széndioxid a vékony légkörbe jutna. A széndioxidnak köszönhetően egyfajta üvegházhatás indulna be, mely még több hőt tartana bent, és ezáltal biztosítana egy állandó hőmérsékletet a bolygó felszínén. Bár ez a megoldás a bolygó egészére vonatkozna, mely hatalmas mennyiségű nyersanyag felhasználást eredményezne, nem beszélve az odaút veszélyeiről. Egy másik elképzelés szerint, melyet Rigel Voida nyújtott be az űrügynökségnek, amely az lenne, hogy a teljes bolygó helyett annak csak egy részére irányítanák mesterségesen a napfényt. Ennek hatására azon a területen, melyet több napfény érne, sokkal a barátságosabbá és élhetőbbé tenni az asztronauták számára, akik a bolygóra érnek. Ezzel az eljárással kb. 1 négyzetkilométer területen lehetne biztosítani az állandó hőmérsékletet. Ha ezt az alternatívát használnánk, a legjobb helyek a pólusok környékén lennének. Míg a déli pólus égsapkáit főleg száraz ég alkotja, ami tele van széndioksziddal, addig az északi pólus nagy rész alatt egy fagyott tó található. Ezek felolvasztásával nem csak vízhez és széndioxidhoz juthatnánk, hanem metánhoz és hidrogénhez is, ami a rakéta üzemanyagpótlásához nélkülözhetetlen lenne. Tegyük fel, hogy ez a módszer beválik, eddig minden szép és jó. 20 Celsius fok átlag hőmérséklet van, és enyhe üvegházhatás, de a légkör még mindig elég vékony, hogy megóvjon a káros sugaraktól, amik hosszú távon szépen lassan megölnének a DNS károsító hatásuk miatt. Mivel a Földhöz képest a Mars nem rendelkezik mágneses mezővel, így a felszínét folyamatosan halálos sugarak érik. A mágneses tér előállításához számításba jöhetne az a módszer, amit a Holdnál alkalmaznánk. Aszteroida-szerű rakétákat vezetnénk a bolygóba, mellyel előidézhetnénk a hőmérséklet növekedését. De ha nem akarjuk lepusztítani az eddig nehezen felépített kis kolóniánkat, akkor a legkézenfekvőbb megoldás lenne olyan fúziós erőművek létrehozása, melyek elősegítenék az elektromágneses tér kialakítását. De még így is több évtizedbe telne, mire egy földihez hasonló mezőt tudnánk létrehozni. Most már van légkörünk, kellemes a hőmérséklet is, és kezd egész otthonossá válni a bolygó. Na de mi van az élettel? Itt jön képbe a második lépés, melynél megkezdődne a légkör oxigénnel való feltöltése. Először egyszerű baktériumok, majd algák tenyésztésével kezdődne a művelet, ha ezek képesek megélni, akkor haladhatnánk a magasabb rendű növények felé, mint például a fák és különböző takarmánynövények. Számos kutatás zajlott, melyben marsi körülmények között 4200 méter magasságban vizsgálták a fák fotoszintetizáló képességét. A fenyők a többi fafajtával eltérően nagyságrendekkel több oxigént voltak képesek előállítani. Ahhoz, hogy ez mind megvalósuljon, tovább kéne csökkentenünk a bolygót érő ultraibolya sugárzás mértékét. Ha ez sikerül, akkor Chris McKay tudós szerint csupán 100 év alatt már sűrű zöld erdőségek boríthatnák a Mars felszínét. Ha elérnénk, hogy a Marson állandó légkör alakuljon ki, akkor ez nagyban megkönnyíteni a hosszabb űrexpedíciók indítását és a nyersanyag utánpótlást, valamint az aszteroidaő felkutatását. A Sabatier reakció segítségével elég lenne csupán a Földről hidrogént magunkkal vinnünk, mivel a légkörből képesek lennénk kinyerni az oxigént és a szént. Ezen reakció során hidrogént és széndioxidot magas hőmérsékleten metánná és vízzé alakítanánk, nikkel katalizátor jelenlétében. Ha létrejött hidrogént az űr helyett visszavezetnénk a Sabatier reaktorba, és csak a keletkezett szenet, mint hulladékot távolítanánk el, akkor megoldódna a folyamatos oxigén és víz utánpótlás. Ez mind szép és jó, valamint rendkívül érdekes. De mi lenne, ha a Földet tennénk először lakhatóbbá? Ha tetszett a videó és nem akarsz lemaradni az ehhez hasonló tartalmakról, iratkozz fel a csatornára, ha vannak ehhez hasonló kérdéseid, írd le a komment szekcióba, és ha támogatnád a munkánkat, azt meg tudod tenni PayPalon vagy a csatornatagságon keresztül.